hó ugyan ismét esésnek indult, de valószínűleg ezt a trendet ma sem követi a hazai részvényindex, valószínűleg a tegnapi és a tegnap előtti napnak megfelelően tovább fogja folytatni az emelkedését, hiszen tegnap az amerikai tőzsdék 5 éves csúcsra erősödtek, az S&P 500-as részvényindex 2008 óta nem látott szinteken fordult meg. Elsősorban a jó hangulatot a munkaerő piaci és a lakás statisztikák fűtötték, a befektetőket az sem zavarta, hogy a két nagy bank, a Bank of America és a Citigroup meglehetősen gyenge gyors jelentésről számoltak be, mindössze az egyszeri tételek tudták tartani az eredményességet a várakozások fölött. A hazai piac tekintetében a legnagyobb kérdés, hogy tovább tarthat-e a rally az OTP piacán. Két egymást követő napon is 2%-ot meghaladó mértékben erősödött az árfolyam, és ezzel 2011. augusztusa óta nem látott szinteken jár az árfolyam. Most egyelőre úgy látjuk, hogy túlfűtött lett az árfolyam, így kisebb mértékű korrekciót elképzelhetőnek tartunk, de utána nyitott a tér az 5200 forintos szintig.